Jó estét kívánok, köszöntöm Önöket! A kormánykoalíció múlt szerdai összebútorozása és a szélsőséges pártok elleni kiállása után mozgalmas hétvégét tudunk magunk mögött, kisebbségi fronton legalábbis. Márcsáll Csoláku miniszterelnök Marosvásárhelyen előadta, hogy nem cél az etnikumok egymásnak ugrasztása, majd tartott egy történelem leckét kifejtve, hogy Székelyföld nem létezik. És nyilván nem is fog létezni. Akiért autonómiáról pedig kár álmodozni, ezt már Hargita megyében mondtam. Mutatjuk mindjárt a részleteket, és beszélgetünk a kormányfő kijelentéseiről. Csatlakozik műsorunkba a Táncos Barna volt környezetvédelmi miniszter, MDSZ-es szenátor, aki a hétvégén szimbolikus helyszínen fogadta a miniszterelnököt a Székelyfölddel kapcsolatos kijelentései után, de beszélni fogunk arról is, hogy ma döntött a Magyar Országgyűlés, Svédország lehet a NATO 32. tagországa. Hazai ügyekkel kezdünk, mutatjuk, hogy mit mondott a hétvégén Márcsáll Csoláku. Márcsáll Csoláku először péntek este beszélt a nem létező Székelyföldről a PSZD Maros megyei szervezetének tisztújító gyűlésén. A szociáldemokrata elnök azt mondta, nem a magyar etnikumú románok ellen kell összefogni, hanem egy jobb városvezetés megválasztása érdekében, és kiemelte, hogy nem azért jött Marosvásárhelyre, hogy összeugrassza a románokat a magyarokkal. Majd érdekes fejtegetésbe kezdett. Vissza akarunk térni a múltba, hogy sovén diskurzusokba kezdjünk. Nem, de ez nem jelenti azt, hogy el kell felednünk a történelmet. Jó emberek, soha nem lesz Székelyföld Romániában. Hogy nem elszólásról volt szó, tanúsítja, hogy Csoláku Kovászna megyében is folytatta eszmefuttatását. Székelyföldnek soha nem lesz autonómiája, mondta. Hargita megyében sem hagyta magát a PSZD elnök. Elmondta, hogy soha nem fogadja el olyan törvények támogatását, amelyek előnyben részesítenék valamely romániai etnikai közösség tagjait. Táncos Barna, RMDSZ-es szenátor telefonon csatlakozik hozzánk. Jó estét kívánok, szenátor úr! Jó estét kívánok, ezzel üdvözlöm a Verdi nézőit. Újságíró kollégákkal beszéltük, szenátor úr, hogy elegánsabb volt az, hogy a miniszterelnököt meghívta, mint sem, hogy Facebook oldalán egy irgumburgumokkal tarkított videót tesz közzé. Könnyen belement Márcsáll Csoláku miniszterelnök abba, hogy találkozzanak? Nyilván tudta, hogy miről lesz szó, és nem egy nagyon jó baráti beszélgetés lesz. Vagy baráti beszélgetés volt? Ez hogy zajlott? A miniszterelnök úrral jól ismerjük egymást évek, talán évtizedek óta, és még jobban megismertük egymást a koalícióban együtt eltöltött másfél év alatt. Meg voltak nekünk a nagyon kemény vitáig akkor is a harcias székelyként tartott engem számon a bihari kiegyensúlyozottabb kollégáimmal ellentétben. Nem is kaptam én dicséretet a kongresszuson, mint Cseh Attila kollégám, mondjuk én nem is bántam annyira, mert ugyanaz a sors várt Attilára is, mint rám, utána menni kellett a kormányzásról. Márcsáll Csolákunak nem volt rossz a vásárhelyi beszéde. Nekem határozottan tetszett az a felépítése az üzenetnek, amely előbb Bukarestből megérkezett vásárhelyre. Kivéve azt az egy mondatot, azt a félre sikerült mondatot, ahol azt mondta, hogy Székelyföld nem fog létezni. Azt tudni kell a Kárpátokon túli románokról, hogy náluk összemosódik a Székelyföld, az autonómia, a valamiféle országon belüli ország, a Tinut, az nekük azt jelenti, hogy az egy valamiféle olyan entitás, amely ki akar válni Romániából. Ezért emlegette a miniszterelnök is valószínű, hogy Erdélyt nem fogja senki darabokra szedni meg. Tehát nem úgy érzik, nem úgy értik ők a Székelyföldet, ahogy mi gondoljuk. Mi tudjuk, hogy Székelyföld Románia szerves része, és ezen belül szeretnénk autonómiát. De erről meggyőződésem, hogy 2024-ben nem lehet vitát nyitani. Mert a tegnapi televíziós bejelentkezésem például a B1 TV-n azt bizonyította, hogy halvány gőzük sincs a romániai politikusoknak arról, hogy mit jelent a kulturális autonómia, mit jelent egyáltalán az autonómia, és ezt nem is tudjuk nekik 2024-ben megmagyarázni, hogyha mi erről vitát nyitunk 24-ben, annak egyetlen egy, vagy mondjuk két kedvezményezettje lesz, az egyik az AUR, a másik meg a Sosuárka párt. Ezért nem támadtam a miniszterelnököt, például egy Facebook bejegyzése, pedig gondoltam rá őszintén, hanem írtam neki egy üzenetet, hogy szívesen átmegy kávéra
mert tudtam, hogy Marosi vízről Kovászna fele azon az útszakaszon fog átjönni, és meghívtam egy baráti beszélgetésre, amely egészen jó sikerült. És ahol tudtunk beszélni picit a történelemről is, Madéfalváról és a madéfalvi veszedelemről, az elvesztett autonómiáról, amit itt a székelyek épp Madéfalván harcoltak. Egy egészen jó beszélgetés volt, mondjuk ez sokat nem segített utána a Kovászna egy diskurzusra, az eléggé furcsára sikerült, de úgy gondolom, hogyha párbeszédet szeretnénk, hogyha meg szeretnénk ezt a fajta hozzáállást változtatni, akkor kell hagyni nyitott kapukat, kell hagyni átjáró hídakat, és nem égethetünk fel mindent állandó támadással. Persze, hogy rettenetesen zavar, bánt engem is az, ahogy nyilatkoznak ezekről a dolgokról a román politikusok, de azt is látni kell, hogy Vásárhelyen még egy letisztult üzenettel érkezett, vagy Vásárhelyre egy letisztult üzenettel érkezett a miniszterelnök, és azt nagy mértékben rontotta az a közeg, ahol becseppent például Marosvízen, vagy Vásárhelyen, vagy Kovásznán, ahol az ottani románok valószínűleg elpanaszolták, hogy nekik nincsen képviselők a képviselőházban, a szenátusban, hogy kellene valahogy ők is képviselve legyenek. Onnan jöhetett az ötlet, hogy akkor az RMDSZ engedjen be egy beszedést a listára, és akkor a beszedés is beengedik az RMDSZ a bukaresti listára. Tehát ezek a fura dolgok, ezek onnan származhatnak, hogy megtömték a miniszterelnök fejét rendesen a székelyföldi románok mindennel is. Nyilván a miniszterelnök nem a holdról érkezett, tehát tudta azt egészen pontosan, hogy mit fog kiváltani az üzenete a székelyföldi magyarokban, akik többen vannak, mint a román közösségnek a tagjai, mégis bevállalta ezt. Mit mondott a találkozójukon, hogy miért? Kampány? Másra nincs, ahogy gondoljon az ember. Amikor mi Madéfalván találkoztunk, akkor ugye túl volt már a Vásárhelyen és a Toplicai beszéden. Azért baráti beszélgetés volt, nem feltétlen nyilvános, és ezért a részletekről nem beszélnék. Az az igazság, hogy teljesen más üzenettel készült, és más üzenetek jöttek ki egy szabad speechből, egy szabad beszédből, akkor, amikor hagyta magát a lendület által, a hullám által elsodorni. Lehet ezen sokat változtatni, nem meggyőződéses magyar ellenes, az biztos, sem Csolákú, sem Csuka. A liberális és a szociáldemokrata párt az a két párt, akivel hosszú távon építkezni és együttműködni lehet, és biztos, hogy a veszélyt a másik kettő Vaur és a Sosolyka jelenti. Mind a két pártban vannak, a szociáldemokratáknál és a liberálisoknál is vannak őrült nacionalisták, és erről is beszéltünk, névvel, megyével, hogy hol vannak, kik azok. És ebben teljes mértékben egyetértünk velük, hogy azoktól az emberektől jó volna szabadulni a pártnak, de nem mindig a pártelnök az, aki listára teszi, vagy leveszi az egyik, vagy másik képviselőt a listáról. Láttuk azt, hogy Szatmár Németiben milyen nagy megértés, együtt közös egyetértésben támadják a RMDSZ-es kollégáinkat, a szociáldemokraták és a liberálisok, hogy ott van az egyik, azon két képviselő, akik nem is szociáldemokratának vagy liberálisnak néznek ki, hanem még a Sosolyka pártban is bajnokok lennének, annyira aljas módon támadják a magyarokat. Tehát ezeken a dolgokon lehet biztos javítani, és úgy érzem, hogy van is helye a párbeszédnek, és van is akivel párbeszédet folytatni. 2024 nehéz év lesz. Mindenki kampányban lesz, mindenki fog mondani olyanat is, amit utólag esetleg megbán, vagy amit egy békeidőben nem mondanak ki, mert üzen a saját választói fele, és biztos vagyok abban, hogy a miniszterelnök üzenetei még azt is bevállalva akár, hogy sértőek lesznek az erdélyi magyarok számára, vagy székelyföldiek számára, célzottan a székelyföldi románok fele irányultak, és őket szeretnék megnyerni a szociáldemokraták számára. Nekik próbáltak gondolom megmagyarázni, hogy ők mindent is megtesznek azért, hogy képviseljék őket, hogy megvédjék őket, hogy támogassák őket.
erről szólhatott a kampánykörültjük. Számíthatunk a következő időszakban, még a kampányidőszakban ilyen típusú kijelentésekre, vagy a miniszterelnök letudta a kötelező kört Székelyföldön, elmondta, amit hallani akartak a románok, és kész, ezzel lecsillapodnak a kedélyek? Én nem hiszem, hogy ennél sokkal többet mondani erről a miniszterelnök. Nem a miniszterelnök, hanem egyébként a román pártok. A román pártok, hogy biztos még használni fogják ezeket a kijelentéseket, hisz próbálnak leszakítani szavazókat az AU-ról és a Schwalkerről, és mindig abba a tévedésbe esnek, hogy minél nacionalistábbaknak tűnnek, annál többen fognak szavazni a szociáldemokratákra például. Ez soha nem így történik, mindig az a réteg, az az igazi nacionalistákra fogja támogatni, tehát minél többet használják ezeket a kifejezések, az üzeneteket, minél többen többször fogalmazzák meg, annál több vizet hajtanak az AU-r malmár. Ezt próbáltuk elmagyarázni, nem csak a tegnap előtt a szociáldemokratás kollégáknak, miniszterelnöknek, hanem a többi képviselőnek, szenátornak is több alkalommal, hogyha ők európaibbnak tűnnek, és normális, annak a normális Romániának a része így lesznek, amelyről beszélt a miniszterelnök is, hogy Románia normál, ezt emlegette többször is az elmúlt két napban, akkor biztos, hogy több szavazót szereznek, mint hogyha megpróbálják leutánozni, majmolni az AU-t vagy a Sosvánka pártot. Táncos Barna rendezőes szenátor, köszönöm, hogy bekapcsolódott a 24 pluszba. Köszönöm szépen a lehetőséget, további jó televíziózást a nézőknek.